Biztosan nem fogunk csalódni a nyár utolsó napjaiban, hiszen igazi nyárias melegre készülhetünk, egy-egy záporral, illetve zivatarral tarkítva. Köszöntöm az M1 nézőit, Lazabori vagyok. Két nappal ezelőtt az északkeleti ország részben heves zivatarok csaptak le. Épp egy ilyen képződményt, egy ilyen vihart kapott Lencse végre Helytfogár Csaba Nyíregyházán. Igazán elképesztő a felvétel, köszönjük szépen. További érdekes, akár zivataros fotóikat várjuk a megszokott címre, meteorfotók. Az mtva.hu. És ahogy említettem, a folytatásban is előfordulnak majd záporok, zivatarok, annak ellenére, hogy a markáns frontok most elkerülik a Kárpát-medencét, egy délkeleti ciklon és egy észak-északkeleti anticiklon között helyezkedik el jelenleg a Kárpát-medence. Ebben a köztes zónában érkezik változó nedvességtartalmú levegő, és alakulnak ki majd záporok, egy-egy zivatar is. Ma a délutáni órákban is egyébként erre számíthatunk, de csak kis számban, néhol készülhetünk ezekre, mind a mellett, hogy sok-sok napsütés vár ránk. Fátyol és gomoly felhők azért lesznek az égen, de a napsütés lesz túlnyomó többségben. A délutáni órákban több gomoly felhő vár ránk, de az esti órákra ezek ellaposodnak, illetve összeesnek többnyire. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 33 fok között változik, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb 32-33 fokkal, nyugat felé haladva egy kicsit csökkennek az értékek. De azért hideg ott sem lesz. A szél gyenge marad, zivatarok környezetében viszont átmenetileg megerősödhet, ahogy ezt megszokhattuk. Természetes vizeink, ezen belül is folyóink hőmérséklete széles skálán mozog, a leghűvösebb a Rába 17 fokkal, a Körösök és a Tisza egészen meleg 24 fokosak, érdemes kihasználni. Azért is mondom ezt, mert nagy tavaink hőmérséklete pedig jelentősen visszaesett az elmúlt néhány napban, 18-21 fokosak a Fertőtó, a Velencei tó és a Balaton, ugyanakkor a Tiszató még mindig tartja magát 25 fokkal, úgyhogy aki teheti és mindenképpen strandolni szeretne, válassza inkább a Tiszatavat. De ne csüggedjen az se, aki a következő napokban a Balatonhoz menne, hiszen biztosan emelkedik majd a tó hőmérséklete, ugyanis marad a nyárias meleg, általában 30 fok körüli maximumokkal. Pénteken és szombaton elszórtan, vasárnap és hétfőn viszont már szorványosan készülhetünk délutáni záporokra, zivatarokra, mind a mellett, hogy azért napsütésből sem lesz hiány, fátyol és gomoly felhők egyaránt lesznek az égen, de több órára előbújik majd a nap, a hőmérsékletben pedig néhány napig még biztos nem lesz változás. A televíziós időjárás jelentés mellett repülés meteorológus vagyok a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Mindkét munkát nagyon szeretem, hiszen teljesen különbözőek. A reptéren 12 órás szolgálatban dolgozunk éjjel-nappal, és a légiforgalmi irányítókkal és a repülésüzemvezetővel folyamatos a kapcsolat. Jelenleg elsősorban a repülőtér közepén található toronyból zajlik az előrejelzés. Itt dolgoznak az észlelők is, akik az aktuális időjárást jelentik a közös nyelvként használt kódformátumban. Budapesten kívül számos kisebb reptérre is készül előrejelzés. A két munka között a legnagyobb különbség abban rejlik, hogy ott egy adott pontra és annak néhány kilométeres környezetére készül az előrejelzés. Egy-két órára pontosan adjuk meg a látástávolság leromlását, javulását, vagy épp a csapadék hullás kezdetét, halmazállapotát. A pálya állapotról is adunk információt, hogy csúszós, latyakos vagy vizes lesz-e. A legkritikusabb elemek a zivatarok, a köd, az erős oldalszél, de a turbulenciát és a jegesedést is előrejelezzük. Én most köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!